öt évet nem lehet egyik pillanatról a másikra így besöpörni a fióknak a legmélyére. Nem biztos, hogy hullámozni fogunk a Simon Balázsnak, de nem tartok attól, hogy provokálnak. Egy kicsit talán hasonlít ahhoz, hogy a Fradiból valaki átmenne az Újpest, hogy fordít a fociba. Abban nincs semmi új, hogy a szurkolók az ellenfél legjobbját találják meg, és próbálják zavarni a meccs közben ilyen-olyan módon. A furcsa az, amikor éppen ez a legjobb vagy legjobban utált játékos a nagy rivális csapatába szerződik. Simon Balázs átigazolása meglehetősen felkavarta az amúgy csak uborka szezonként emlegetett nyári időszakot, és ehhez jött még Német István érkezésének híre, aki a hasonlóan nagy rivális Körmentől igazolt. Német! István! De Istvánról később. Az első számú közellenség ugyanis tagadhatatlanul Simon Balázs. Voltak itt nekem korábban problémák a szurkolók és én köztem, tehát nem volt könnyű döntés, de úgy gondoltam, hogy ez még egy óriási kihívás lehet számomra. Az ország egyik legjobb irányítójának érkezése tehát megosztotta a piros-fekete szurkolókat, és jó témát szolgáltatott az elmúlt néhány hétre. A közellenségi státusz megszerzésének viszont a drukkerek szerint komoly oka van. Volt kimutogatása a szurkolók felé, tehát nem, hogy mondjam, tett azért, hogy különböző megnyilvánulásokat a nézőtéről ő azért megkapja. Nem mondom, hogy nem volt ilyen, de azt gondolom, hogy az embernek van egy tűrőképessége, ami után egy veresség vagy egy rosszabb pillanatban ezt nehezebben tudja kezelni, de azt gondolom, hogy egyszer vagy maximum kétszer történhetett ilyen. Simon Balázs nem szívesen beszél már erről, szeretné, ha véget érne ez a történet. Én próbálom ezt már elfelejteni, és azt gondolom, hogy ez lassan már a múlt. Na persze féli, hogy egy-egy becsúszott vereség után, akit a szurkolók először elővesznek, az bizony Balázs lesz. Megkérdeztük erről a drukkereket is, kell-e Balázsnak ettől tartania? Mindenképpen kell tartania, hiszen a szurkoló a picit szemellenzővel vizsgálja a dolgokat, és hogyha nem jönnek az eredmények, akkor egyértelműen a legkönnyebb azt elővenni, aki előtte ellenfélként szerepelt az olaj ellen. De én nagyon bízom benne, hogy nem leszokunk arra, hogy elővegyük Simon Balázst, hogy miért kaptunk ki. Szerintem a csarnokot három rész lehet osztani ebből a szempontból. Vannak, akik nem nézik azt, hogy Simon Balázs, vagy Német István, vagy Gipsz Jakab jön ide. Ők egyértelműen elfogadják, hogy aki olajjátékos, annak szurkolni kell. Adott esetben az esetleges ilyen különféle dalok éneklésében sem vesznek természetesen részt. Van az a csoport, aki nem tapsolja meg rögtön, de szerintem képes lesz őt elfogadni, és biztos vagyok benne, hogy szerintem mondjuk ez a legkisebb százalék, aki pedig akármit is csinálhatnak, meghalhatnak értünk a pályán, szerintem akkor se fogják tudni lenyelni ezt a dolgot és elfogadni. A Simon Balázs ügy tehát úgy tűnik lassan a végére ér. A szurkolók a nyári indulatok után megnyugodtak. Várják már kedvenc csapatuk első sikereit. Egyébként kevés csapatnak van olyan nagy és vehemens szurkolótábora, mint az olajnak. Ezért is hoztak létre a közelmúltban egy egyesületet, hogy ezzel intézményesítsék a szurkolói háttértámogatást, jobban összefogják a drukkereket. Van egy ilyen mondás is, hogy mi mindent megbocsájtunk, de semmit sem felejtünk. Úgyhogy ennek fényében nyilván ezt a Simon Balázs is tudja, hogy neki egy elég nehéz időszak következik. Na de térjünk át a nyár másik hősére. Ő Német István, aki a másik rivális csapattól, a Körmentől érkezett néhány hete az olajhoz. Engem most már harmadik nyáron kerestek meg Szolnokról, eddig álltam a sarat és nemet mondtam. Most is a bajnokság után tárgyaltunk egymással. Akkor úgy volt, hogy maradok Körmenden, de sajnos ott a sokak által most már ismert okok miatt nem tudtam maradni. A Körmend nehéz anyagi helyzetben van, ezért kényszerült távozni onnan a 33 éves kosaras. Persze a szurkolók az ő érkezését sem hagyták szó nélkül, de erről neki határozott véleménye van. Rossz indulatú emberek, meg hülye emberek, hogyha szabad így kifejezni, van mindenhol vannak, mindig is lesznek, de én úgy gondolom, hogy ezt egy profi sportolónak tudni kell kizárni. Vagy legalábbis, hogyha meg is érinti, akkor nem mutatni az érzelmeit,
Én úgy gondolom, hogy semmilyen problémám itt Szolnokon nem volt, nagyon remélem nem is lesz, és egy jó szezon tudok futni én is, és nagyon jól fogok érezni magunkat a családdal. Mert hogy István két gyermekét és feleségét hagyta otthon Körmenden, de terveik szerint hamarosan ők is csatlakoznak a családfőhöz. Ők most sajnos még nincsenek itt, még egyelőre nem tudtunk beköltözni, de hogyha lesz rá lehetőség, természetesen ők is jönnek, és még egyelőre nem is eldöntött, hogy végig itt tudnak-e maradni, vagy egyfajta ilyen két laki életet fognak élni a szezon során, de nagyon-nagyon hiányoznak. Németh István és Simon Balázs ebben a csarnokban hamarosan az olajmezében fog játszani. Az edzés előtt viszont Simit még arra kértük, foglalja össze, mit vár a szurkolóktól. Voltak dolgok itt a múltban, ami számomra nem volt annyira pozitív, hiszen egy kicsit ellenségesen fogadtak, de én azt gondolom, én túl vagyok ezen, hiszen ideigazoltam, én a kosárlabdával, magával, a játékommal szeretném ugyanazt mutatni, és ugyanúgy bizonyítani nekik, hogy miért vagyok itt. Én remélem, hogy a szurkolók is kérem is őket arra, hogy úgy tekintsenek a Simire, mint az egyik legjobb magyar játékosra. Ő azért tud, hogy segítsen nekünk, ő innentől kezdve a Szolnok szekerét húzza, a mi csapatunkat segíti. Egy vérprofi játékosról van szó, kiváló emberről, kiváló irányítóról, nagyon nagy hasznunkra lesz. A szolnoki Olaj tehát két új és igen erős játékos szerzett meg más magyar kluboktól, és velük megerősödve készül az új szezonra, ami októberben rajtol, és amit itt a sportklubban követhettek végig. 2-3 Olaj!